Judit, húzzunk bele, mert mi ketten itt már panaszkodunk, hogy melegünk van. Seres Judit ifjú riporter kolléganő, és még csak meg se izzadt. És most kellene megizzasztanunk. Igen, de eszembe jutott az, amitől nem ő izzad meg, de talán mások igen, vagy tud rá válaszolni, hogy miközben te fes vagy és fiatalos. Azt mondom, hogy a kortársaid, a sportolók viszont, hát itt soroljuk, hogy ki megy szívműtétre, ki beteg, ki stb. Jól látom én, hogy azért ezek a nagy sportgenerációk, már ezeknek a tagjai nem igazán egészségesek? Hát ez lehet attól, hogy amikor befejezik az aktív sportpályafutásukat, akkor leállnak. Hát, érthető igen. Módon én soha nem voltam olimpiai és világbajnok, úgyhogy nem nehezen képzelem bele magam az ő bőrükbe, de el tudom képzelni azt, hogy egy vízilabdázó, egy vívó abba hagyja, és akkor leereszt, és akkor meghízik, bocsánat, igen. Hogy ezt mondom. De például az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy rengeteg veterán sporteseményt rendeznek, és reaktiválják magukat a régi nagyok. Ugyanazok? Nekem az a tapasztalatom, hogy oda azok mennek el és készülnek nagyon, akiknek ez aktív korukban nem sikerült, és na most megmutatják. Sidó Ferenc már fütyült rá, hogy ő most veterán világbajnok lesz, hát nyert a rendes VB aranyok közül 9-et. Nem, most csak egy konkrét példa jut eszembe, mert azt hiszem tavaly rendezték itt Magyarországon a veterán vívó világbajnokságot Debrecenben, vagy Győrben, már nem is emlékszem pontosan. Pap Jenő például, aki egy zseniális párbajtőröző volt. Berni Vívó VB-t nyert, jól mondom? Ott volt. Igen. Nem, Bernben talán a Székely Zoli nyert. Egyrészt igen, egyrészt verhetetlen vagy ebben, másrészt meg nem. Nem vagyok. Sajnos romlik a memóriám. Ott a szegény, csak igen, így mondod. De tudom, hogy hol kell keresni. Na jó, akkor nem a memóriájával támadjuk. De miért támadnám, csak hülyéskedek. Ha nem? Én inkább egy kérdést tennék fel. Alig várom. Olvastam egy ilyen címet, hogy Schumacher felesége elköltözött. Igen. Ez egy hírnek a címe volt egy hír oldalon, és igen. Önnél olvastam egy kritikát ezzel a címmel kapcsolatban. Ez a Blicknek a honlapján jelent meg így, hogy Schumacher felesége elköltözött. Te felkaptad a fejedet, amikor ezt olvastad? Én nagyon jól ismerem ezeket a címeket. Hát de én is nagyon jól ismerem, de hol a határ? Könyörgöm. Szóval akkor, amikor tényleg most már több mint egy éve szorít rengeteg sportbarát és nem sportbarát Michael Schumacher életéért egyáltalán azért, hogy túlélje azt a síbalesetet és felépüljön, a baleset okozta sérülés, súlyos sérülés. Akkor nem kell megírni? De! Csak de. Oda kellett volna én azt hogy a négy Schumacher? Betűt, hogy a Ralf. Mert ugye Ralf feleséget. Akkor is könyörgöm, akkor is gondoljon arra a szerkesztő, hogy azért a Ralf Schumacher sem volt akárki, rengeteg pénz. De nem beszélnénk róla, kiderül. Ha nem lehetett nem lehet hát, volna egy. Igen, de azt, hogy a Schumacher felesége elköltözik, ez nagyon durva. Klikk újságírás. Az a lényeg csak, hogy oda klikkelj, aztán, hogy szentségelsz, és nem olvasod el, az már nem érdekes. Esküszöm, hogy megnéztem, és remélem jól emlékszem, még reklám sem volt ezen az oldalon. Tehát nem az volt, hogy most valami hirdetés miatt klikkeljek én oda. Na jó, de Péter, te is élezed, és te is színezed, most tényleg nem a támadás kedvéért, de most akkor idézek Facebook bejegyzéseidből, csak kiragadott mondatokat persze. Szemérmetlen, provokatív. Akkor népszerű az új útdíj sarc, egy parariporterrel kevesebb. Aki ilyen mondatokat kiejt a száján, egyéb gonoszságokra is képes. Ezt például egy olimpiai bajnokról mondtad. A válaszok körülbelül 1000-szer jobbak, mint a kérdések. Ezt meg ugye egy újságíró kapcsán. Ez így van. Te is színezed, te is élezed, te is utána mész, ahogy fognak. Én úgy érzem, hogy azért még mindig más, nem címben teszem, hanem szövegben és egy szöveg összefüggésben, egy címben. Tényleg én elég sok ilyen hírgyűjtő oldalt nézegetek, amikor ott ülök a számítógép előtt, ami azért sokszor előfordul, és a címek ragadják meg érthető módon a figyelmemet. Ez tényleg nagyon durvának tartom az utóbbi igen. Hetek vagy hónapok legdurvább hülyeségének.
de mennyire éles a kontraszt, hogy honnan, hova jutottunk, Népszavánál 85-ben voltam ügyeletes, és a sakkolimpián megvertük a Szovjetuniót, ami valami páratlan nagy bravúr volt, természetesen, mint estügyeletes ezt adtam a címbe. Lehet, hogy nem a legszerencsésebben azt írtam, hogy legyőztük a szovjeteket, nem azt, hogy vagy megvertük a Szovjetuniót, nem tudom. A felcím pedig az volt, hogy port is remizett Spasskijjal. És miközben imprimáltuk a lapot, tehát kész volt minden, és másnap reggel kinyitottam, az volt a főcíme egy csapat mérkőzésnek Magyarországi Szovjetunió között, hogy port is remizett Spasskijjal. Nem megváltoztatták, mert akkor meg annyira féltek attól, hogy hát hogy lehet a Szovjetuniót a szánkra venni, ugye? Ez a másik hát a 80-as évek közepén már akkor puhult, igen. Keménység. Igen. Viszont ez tehát ez a Facebook profilján van, tehát aki fölmegy arra a profilra, az tudja, hogy mire számíthat. Tehát tulajdonképpen aki nem akarja, az elég könnyen elkerül. Ez tény, viszont nem profitál konkrétan abból. Tegeződjünk, ha kéred. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Semmiképpen nem akarom egy oldalon. Tehát ez inkább, te inkább szócsőnek használod véleménynyilvánításod, de nem... pénzt nem keresel belőle, mondjuk a Blikkel ellentétben. Aki odaír, az valószínűleg a pénzkeresés miatt. Ez jó, hogy mi a szándék. De a szándék egyébként a beszélgetés elején szóba került a hiúság. Természetesen megnézem, hogy hányan lájkolják a hülyeségeimet. Ez magától értetődik, de még egy ideológiát is gyártottam, nem feltétlenül a Facebook bejegyzéseimhez, mert ezt már akkor gyártottam, amikor még a Facebook álom sem volt, hogyha valamiről van véleményem, akkor kimondom, és nem azért, mert én annyira szókimondó, meg őszinte, meg hiteles, meg az én véleményem az mindenképpen helytálló, hanem azért, hogyha lenyelném, akkor hamarabb kapnék infarktust vagy gyomorfekét. Ez egy... Kiírod a dühödet? Nem is vagyok dühös, néha ingerült vagyok, ezt elismerem. A hülyeségeket nagyon nem tudom elviselni, amikor majdnem, nem teljesen, csak majdnem biztos vagyok az igazamban, akkor muszáj, hát a grafomán őrült vagyok. Hát a mai napig is arra nem lehet leszokni, és most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy megváltozzak. Ezt tudni kell, a Népsportán annó kétféle szerző volt az egyéni sportok rovatában. Az egyik Pilhár György, akinek ne a későbbi pályafutását az akkorig nézzük, aki iszonyatosan lassan írt, vele szemben ült Bocsák, aki viszont borzalmasan gyorsan. Géppuska kezdődött. Igen, hát a másik géppuska az te voltál. Na tessék, itt a Facebook. Még a sportpályát is dicséred. Na lényeg az, hogy úgy írt, mint a géppuska, azzal szórakozott, emlékszem, a Bocsák az fölgyújtotta a Pilhár gépéből kijövő papírt, a Pilhár azt hiszem, hogy téglát reszelt bele a gépébe, tehát nagyon jól elvoltak a nagyok, akikre úgy néztem, mint az Isten, de te is borzalmasan gyorsan írtál. Írsz, gondolom. Hát igen, ez lehet, hogy attól van, hogy többet írtam szerintem, mint amennyi ideális lett volna. Mert én nagyon szerettem dolgozni. Én nem voltam soha egy szép író. Én inkább a Dávid Sanyitól, a Kocsis Leventétől, a Vallóv Rezsőtől, de még a Vad Dezsőtől is azt tanultam, hogy ez a de még a de, nagyon nem, finoman nem, mert megkapta nem, Vad Dezső nem, is. Nem. Nagyon szeretem, nagyon tisztelem, nagyon jó barátok vagyunk, csak ő nem abban a rovatban volt. Ő a nemzetközi rovatnak volt a vezetője, sokat foglalkoztatott engem, amit nagyon szépen köszönök neki 40-50 év távlatából is. De a lényeg az, hogy mindenki ment a dolgára, mindenki tette a dolgát, én délelőttönként teniszeztem, délután a gyerekeimért mentem, mert jöttek az úszóiskolából, és a busznál várni kellett őket a Szent István körúton. Nem volt idő túlságosan sok macerára. A mentálásra. Igen, a munkával kapcsolatban. Jól éreztem magam mindig a szerkesztőségekben, bármelyikben, de csak annyi időt töltöttem ott, amennyit muszáj volt. Az hogy néz ki, hogy valakiről mondjuk írsz egy portrékönyvet, vagy egy személyes könyvet, olyan vagy, mint egy régi portré festő művész. Kénytelen vagy vele azonosulni, szinte fenntartás nélkül,
És ugyanakkor egy másik olimpiai bajnokról, most már muszáj elmondanom, hogyha elmondtam azt is, hogy aki ilyen mondatokat kiejt a száján, egyéb gonoszságokra is képes, írtad ezt Kokóról, azaz Kovács Istvánról, a Fradi Ökölvívó szakosztályának vezetőjétől. Rögtön föl kell olvasnom azt a mondatot, amire ezt reflektáltad, és tökéletesen meg fogják érteni, hogy ezt nem lehetett szó nélkül lenni. Megpróbálom egy levegővel ezt a hangsúlyozhatatlant. Nem lesz könnyű. Ha ez meg lesz, akkor elkezdhetjük a létszám növelését, mind a sportolói létszám esetében, mind pedig az edzők esetében. Na, magyarázni nem kell, de hát hogy néz ki az, hogy az egyik olimpiai bajnoknak neki mész, a másik olimpikont szinte szükségszerűen véded, nem eshetsz, beleszólsz a birkózó szövetség elnök választási küzdelmébe, nem vádolnak azzal, hogy pártos vagy? De. Egész biztos, hogy vádolnak vele, ez magától értetődik. Visszakérdezhetnék válasz helyett, de persze, hogy én nem teszem, írtam hogy te mindenkit szerettél-e a futásod során. Sportolókról beszélünk, akiket találkoztás, nem főnökökről vagy kollégákról. A lényeg az egésznek az, hogy természetesen emberből vagyunk, szubjektív műfaj, amit űzünk, és vannak szimpatikus, vannak kevésbé szimpatikus, és vannak kimondottan unszimpatikus sportolók, akik szembe jöttek velem a pályafutásom során. Kovács István, Kovács Kokó István az utóbbiak közé tartozik. Ezt itt most mindenkinek a szemében mondom. Nem szeretem. Egyszerűen nem szeretem. Nem azt kellene mondani, csak kérdezem elméleti síkon, hogy vannak sportolók, sportvezetők, akiknek egyes cselekedetei, megnyilvánulásai, húzásai nem tetszenek. Te kimondod, nagyon karakán mondod, hogy neked az ember nem tetszik, kis túlzással én hozzáfűzhetném a fotelből, hogy a feje tetejére állhat, neked akkor se tetszik, amit ő csinál. Hát valószínűleg, de valószínűleg a koromnál fogva, hogyha ő most előállna valami fantasztikus dologgal, ami a magyar sportban egy áttörés lenne, egy változás, most nem tudom, most nem pénzről nem beszélünk, mert most az nagyon sok van, akkor azt mondanám, hogy nem szúrsz oda soha, igen. Nem, akkor azt mondanám, hogy ezt jól csinálta. Tehát egyszerűen elfogadom a másságot, a más véleményt is. Az én véleményem az kialakult, nem kőbevésett. Van, akiről megváltozik a véleményem menet közben valamilyen apropóból. Ki volt ilyen, akiben utólag beleszerettél, vagy azt mondtad, hogy mea culpa? Hát most kapásból nagyon, nagyon nehéz lenne bárkit is mondanom, mert annyi mindenkibe szerettem vele alapból. Uh-huh. Tehát annyi mindenki volt a kedvencem, annyi mindenkibe voltam idézőjelben szerelmes, persze, főleg, hogyha a lányokról van szó, mondjuk a kajakos lányokról. Szóval, hogy nem kellett nekem keresni olyat, akiről esetleg rosszabb véleményem, uh-huh, és most megváltozott, de biztos volt, szóval anélkül, hogy most neveket mondanék, egészen biztos volt. Ha valakiről könyvet írsz, azzal akkor egyfajta szimbiózisba kerülsz? Óhatatlan. Szóval egyszerűen az kivéthetetlen. Az az igazság, hogy 1989-ben írtam egy könyvet a Szécsi Tamásról. Ha ma meg lenne a kézirat, akkor most már nyugodtan kiadnám, mert azért nem jelent meg 89-ben, mert a Tamás azt mondta, hogy akik nyilatkoznak a könyvben róla, azok neki nem megfelelőek, és lediktált egy hosszú névsort, hogy ki kell csináljak interjút ő róla, és hát azt mondtam, hogy bocs Tamás, de én ezt nem vállalom, mert Gyarmati Dezsőtől Kőnig Györgyön keresztül az Uszoda illusztris alakjai nyilatkoztak, és ezeket akarta kihagyni, én meg ebben nem mentem bele. Sajnos akkor még írógépbe írtam, és nem számítógépbe, 3 példány volt, a medicina adta volna ki, és nem jelent meg. Akkor megfogadtam, hogy a kérdésedre válaszoljak, akkor megfogadtam, hogy többet soha nem fogok könyvet írni, hát de mostanában, miután tényleg szerencsére nagyon kellemes jó körülmények között élek, és időm is van nyugdíjasként, belefogtam a könyvírásba,
tavaly előtt írtam a Kovács Tamásról egy könyvet. A legnagyobb dicséret és az egyetlen honorárium, amit a könyvért kaptam, az, hogy a Tamás, a Tamás rettenetesen elégedett volt, a mai napig is akárhányszor beszélünk, mind 30-40 éve versenyző korából ismerjük egymást, még az édesapját is, ez a sajtótájékoztató, a könyvben mutató. Akkor még nagyon boldogok voltunk, mert azt hittük, hogy el fogjuk tudni adni a könyvet. A Vívó világbajnokságra jelent meg, csak a Tamás a maga kendőzetlen, őszinte stílusában nyilatkozott a szövetség jelenlegi elnökéről. A könyvben ez megjelent, és természetesen a világbajnokságon a Vívó Szövetség elnöke nem járult hozzá ahhoz, hogy ott mi forgalmazzuk ezt a könyvet. Ettől aztán most is van körülbelül 200-300 példány a garázsban állunk belőle. Aztán következett tavaly Kis Gergőről. Igen, ott is. Párszerző voltam, mert évek óta rágom a Gergő fülét, akit szintén a pályafutása kezdetétől ismerek, és nagyon nagyra tartok, és becsülök, és nagyon jóba voltunk mindig, hogy írjunk könyvet. Viszont volt egy általános iskolás évfolyamtársa, vagy osztálytársa, aki szintén rágta a fülét. Plusz aki még, kolléga? Újságíró? Igen, nem ismertem korábban, és plusz még képbe került egy olyan nagyon fiatal és tehetséges, Dobos Sándornak hívják, nyugodtan mondhatom, mert tényleg egy nagyon kellemes fiatalember, aki a vízilabdában rendkívül járatos. Ő is szeretett volna a Gergőről könyvet írni, a Gergő pedig egy rettenetesen kedves, barátságos, dörzsölt pasi, és azt mondta, hogy hát ő nem akar hármunk közül választani, hogy ki írja róla a könyvet, írjunk mind a hárman. És így, de szerény. És így szület. Ne, egy ilyen három részes felosztotta az életét, hát 37 éves, 38-ban azt van. Már kell. Tehát azt már nyert három olimpiai bajnokságot. A hármas számi egyében három olimpiai aranyat nyert, és akkor legyen három szerzője a róla szóló könyvnek. Egyébként egy nagyon jó könyv lett, nyugodtan mondhatom. És most rögtön el szeretném mondani, mert fel vagyok csigázva, és rettenetesen várom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Jövő hónapban kezdjük a közös munkát Gémesi György. Hetedszer választ. Csak sport, vagy inkább politika? Nem. Politika, ez tőle függ. Az, hogy mi lesz a könyvben, az csak tőle függ. Az én legfőjebb megpróbálom a magam szerény eszközeivel befolyásolni, de hát őt is Vívó korából ismerem. Ne felejtsük el, hogy amikor 88-ban olimpiai bajnok lett a karcsapat Szöulban, akkor ő ott volt a sarkukban, a Szabó Bencék sarkában. Ő bent volt az első 6-8 kardvívó között a 80-as években. Sebészorvos lett. Sebészorvos lett. Egy önmagában is, tehát ha nem lett volna 90-től polgármester Gödöllőn, akkor is Gödöllőnek egy emblematikus alakja, már eleve az, és hát az, hogy 7-szeres polgármester, ráadásul pont egy év múlva lesz 60 éves. Tehát ő is úgy érezte, kapacitálom tényleg 1-2 éve, hogy legyen róla könyv. Nagyon taktikusan, persze, nyugodtan mondhatom, ma már remélem nem haragszik meg érte, hogy biztosra ment, hogy újra választják. Mondta, hogy várjuk meg a választásokat, és hogyha valóban maradt polgármester, akkor lesz könyv. Remélem lesz. Ő szerette volna, hogy te írj róla, vagy te kerested meg? Nem, ezzel? Én kerestem meg. Én kerestem meg. Lehet, hogy neki is eszébe jutott, de nem keresett. Ez hogy néz ki? Mert oké, nem vagy lakályriporter, lásd Szécsi példa. De... A Szécsinél lakályriporter voltam, a Szécsit hát is. Hát de nem mondtam. Vállaltad azt, hogy gyarmati Nem, az rettenetesen furcsa lett volna, hogyha mondjuk a gyarmati Dezsőt kihagyjuk a könyvből azok után, persze, hogy az nyilatkozott. Azzal jut, hogy Szécsi azt hiszem, hogy otthon bedeszkázta a szembenéző ablakukat, mert véletlenül egyházba sodorta őket valahol Óbudán a sors. Világos, de ezt értem, de akkor mégis annyiban portréfestő vagy, hogy ha akarja Gémesi, akkor lesz benne
politika, hanem nem. Tehát valamelyest illik. Róla szól a könyv. Illik. Róla szól a könyv. Teljesen egyértelmű. A Kovács Tamás féle könyvben is az égvilágon minden benne van, amit a Tamás szeretett volna. Van, ami nincs benne, amit a Tamás nem szeretett volna. Igen, most erről, de most erről nem is akarok beszélni. Most mire gondolsz? De sportszerű vagy, hogy megkérdezted, mert én meg kellett, hogy volna olyan udvarisnek, hogy nem mondjam ki. Nekem az a mondata, mai napig nagyon fáj ez a MOB utazási iroda, pontosabban ez oké, hogy ő ezt mondta, amikor ott dolgozott vezetőként, tudom, erre van is utalás, csak soha büdös életben nem szólt neki vissza, se újságíró, se más, hogy hát bocsánat, hát akkor ön is, te is tetted azzá, mert hónap, te is ott dolgoztál. Pár hónapja volt sportigazgató a MOB-ban, amikor a pekingi olimpián 3 aranyérmet nyertünk, soha nagyon kívánom a magyar sportnak ne forduljon elő még igen. egyszer, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rosszul szerepeljünk egy olimpián. És igen. ő, most nem mentegetem, de tulajdonképpen nem voltam ott, nem hallottam ezt a kijelentését, de természetesen a mai napig is fenntartja. Elragadt az indulat, ő ahhoz volt szokva, amit a Pást mellett megért. A Páston és a Pást mellett nagyon sikeres szövetségi kapitányként megért, és egyszerűen biztos, hogy borzasztóan csalódott és indulatos volt, igen, amikor nem jöttek az eredmények Pekingben. És így fogalmazta meg a véleményét. Meg kell neki engedni. Annyi mindent csinálsz, még most is, nyugdíjasként is. Mire gondolsz? Mire gondolok? Hát ne ügyeskedj, már mosorolted el, hogy könyvet írsz, hogy a Facebook bejegyzések, hát ez... Van még egy szerelmem, el kell mondjam, mert hát ennek itt Magyarországon viszonylag kevés, vagy egyáltalán nincs visszhangja. 1999 óta tudósítok Ausztráliába sporthíreket. Van egy SBS nevű rádió, amilyen szerintem nincs még egy a világon, egy állami rádió Sydneyben, amelyik hát olyan 60-70 nyelven szól. Ilyen nemzetiségi műsorok vannak, nyilván a temérdek bevándorlóra való tekintettel. Uh-huh. És van egy magyar adás is, volt egy időszak, amikor 3-szor egy óra egy héten ismétlésekkel, most, ha jól tudom, most 2-szer egy óra, és ennek innen Magyarországról adok sporthíreket, aktuális érdekességeket, sztorikat. Még arra is képes vagyok, most a saját vállamat veregettem, hogy az időeltolódás miatt kétszer egy héten fél ötkor fölkelek, 3:45-kor hívnak, és van egy olyan 10 percem élőben. Mert akkor ott már délután van. Ki nem találod, hogy hol találkoztunk legutóbb? A 30-at tippelhetnél, és nem a te hibád. A Bézs, azt hiszem, ma indult női rádiónak a szerkesztőségi alakuló ülésén. Na, ott mit keresel egy női rádióban, ami nem annyira sportos? Hát ez kizárólag személyes kapcsolat Fodor Jánossal. Nagyon baráti, kellemes kapcsolatunk van nagyon régen. Ha azt mondom, hogy 30 évvel ezelőtt iszonyatosan összevesztünk, üvöltöztünk egymással a Komjádi úszodában, a medenceparton. Emlékszem, a Darnyék hazajöttek Amerikából, edzőtáborból délután 4-kor vagy 3-kor leszállt a gép, egyenesen jöttek egy versenyre a Komjádiba, és a János híradós volt, nem sportos, híradós volt, és a bemelegítés alatt odament, és odadugta a mikrofont, és hátam mögött egy kamera, a Darnyi Olla, aki egyébként is úgy utált iratkozni, legenda. És mondtam a Jánosnak, hogy bocs, hát ezt ne. És hát te hogy képzelem? Hát a híradóba, és most jött Amerikából, és most egy óra múlva versenyez meg, mit ennek kell egy interjút csinálni vele. Ettől kezdve nagyon jóban vagyunk. Nem mondom, hogy 5 perc múlva lettünk barátok, de nagyon jóban voltunk. Nagyon jó, irigyellek. Igaz, más se lehet mondani, mint hogy legyen még sok ilyen, nem haragszol, fazon ebben a szakmában. Maradj ilyen nagyon sokáig. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Búcsúzunk, elszaladt az egy óra. Én köszönöm. Írsz az emlékkönyvbe? Nem fogom mutogatni. Meg a Facebookra is. Pláne. Várjuk. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.
Média partnerünk a sport24.hu. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.